Isten szolgája Eszterházy János mártír sorsú felvidéki politikus boldoggálvatási eljárása folyamatban van. Molnár Imre történésznek köszönhetően áldozatos élete egyre ismertebbé válik, ám szépirodalmi mű eddig csak kevés jelent meg róla. Ezek egyike Lukácsi György filmkritikus egyetemi oktató Hazatérés című misztérium drámája, amelynek bemutatója október 28-án volt a Nemzeti Színházban. Miért Hazatérés a címe? Azért Hazatérés a drámánknak a címe, mert Eszterházy Jánost életében üldözték, de halálában is üldözik. Egyrészt továbbra is hatályban van az az ítélet, hogy ő háborús bűnt követett el, noha semmilyen háborús cselekményben nem vett részt, és nem engedték eltemetni őt. Tehát egy egészen abszurd adalék, ugye Mirovi börtönben hunyt el, Olmützi krematóriumban hamvasztották el a testét, és a porait bezárták egy dobozba, majd azt egy cellába zárták rácsok mögé, és aztán egy temetőnek a szemétdombjára kidobták ezt a dobozt. Molnár Imre történész és társai ugye ezeket a hamvakat megtalálták. Egy magyar embernek, Paulis Boldizsárnak a magánterületén ugye egy kápolnát építettek, majd fel is szentelték ezt a kápolnát, egy gyönyörű keresztút van. Ez ma az Eszterházy János zarándokközpont, ott találjuk Eszterházy János földi maradványait. Alsóbodokon. Megismerve ezt az életutat, amit ő politikusként, aztán később ugye fogvatartottként végigélt, hogy tehát láttam, hogy csupa jó döntést hoz az életében. Politikai értelemben is, tehát ellene mond a náciknak, nem szavazta meg ugye 42-ben a zsidók deportálását. Majd a kommunistáknak is nemet mond, tehát egy nagyon gerinces politikus, aki ráadásul ugye nem csak a magyarok érdekeit, azt elsősorban, de hát a szlovákok, németek érdekeit is képviselte, tehát egy olyan alternatívát nyújtott politikai értelemben, ami valóban itt a közép-európai együttélést elképzelhetővé tehetné a jövőben is. Már csak azért is, mert édesanyja lengyel származású volt. Esbeta Tarnowska az édesanyja. Ez az oka annak, hogy a krakói esekség indította el a boldogálvatási eljárását Eszterházy Jánosnak. Ők ilyen értelemben elfogulatlanok, tehát mi magyarok, szlovákok egy picit benne vagyunk ebben a bizalmatlansági spirálban, de bízunk benne, hogy a mi előadásunk is elősegíti azt, hogy ez a bizalmatlanság oldódjék, és minél többen ismerjék meg Eszterházy János lelkületét és az élet áldozatának az üzenetét. Nekem nagyon megragadó az ő életpályáján az a jellemfejlődés, ami kibontakozik. Ugye ő élte a 20. század eleji gazdag arisztokrata fiatalok, kissé talán bohém életét, és innen elindult egy hihetetlen jellemfejlődés. Igen, ugye a trianoni békeszerződés után ugye az egész magyarság fölött az ég beborult. Eszterházy János is erejében lévő fiatalember, aki szeret zenét húzatni a cigánnyal, vadászatokra jár, és felvidéken is voltak még ilyen fegyveres utóvétharcok, és egy ilyen alkalommal például ő szeretett a tiltás ellenére magyarul megszólalni nyilvánosan. Egy ilyen alkalommal börtönbe is vitték, nem egy nagy büntetése, de mégis ez volt az első börtönélménye. Édesanyja egy Bibliát vitt neki a börtönbe. Már nem a bohém fiatalember tudatával kezdte el forgatni a Szentírást. Moszkva, a gulág, a halálos ítélet most meg, amit életfogytiglanra enyítenek, most meg kiengednének. Mit keresnék ki oda? Elhagynád ezt az országot. A 30-as években politikussá válik, nagyon elfoglalt ember lesz, egy nagyon tisztességes ember lesz. Mai fogalmainkkal kereszténydemokrata politikus volt. És aztán utána, ahogy ugye végleg a politikai pályája ellehetetlenült, ugye börtönbe zárták, nyilasok Budapesten fogják le, utána pedig ugye a gestápó üldözi, majd amikor bejön a front keletről, akkor a szovjetek kiviszik Moszkvába, majd a gulágra. Onnantól nyilván neki már nincsen politikai pályafutása, hanem magánemberré válik. Egy keresztény hívő lesz, és aztán pedig élete utolsó 15 évében egy Krisztus arcú ember. Tehát gyakorlatilag olyan vonásokat vesz magára, olyan tulajdonságokat írnak le vele kapcsolatban, amik teljesen egyértelműek, hogy egy ilyen azonosulási folyamat elindult benne. A hitnek egy ilyen elmélyülési folyamatát élte őt meg. Semmilyen reális vagy egzisztenciális reménye nem lehetett. Tehát gyógyszerkísérleteket végeztek rajta, kínozták lámpával, ébrentartással. Tehát egy teljesen fizikai értelemben leromlott állapotú ember, és mégis megmaradt a derűje, és egy olyan kisugárzása volt a gulágon is, és Csehszlovákiában is, hogy a rabtársai arról számoltak be, hogy erőt tudnak meríteni az ő társaságában. Tehát
De miért élsz még? Hogy minden nap érted imádkozzam. Meg a gyerekeimért. És a rám bizottakért. Oroszul? Nem. Magyarul. Az anyanyelvemen. Néha lengyelül. Édesanyám nyelvén. Mindenhol kialakult körülötte ez a kis közösség. És ugye úgy hívták a két lábon járó tabernákulum. Ugye a papoknál nagyon gyakori volt a razziázás, és ezért a fejadagokból, kenyéradagokból lecsípett, átváltoztatott kenyeret ő rábízták, hogy ő őrizze. Egy nagyon fontos szakrális funkciót látott ő el a csehszlovák börtönökben. Hogy hagyhatnám itt a népemet? Elítélnek, és gyáván nyitva hagyják az ajtót. Ezek még halálomban is félni fognak tőlem, és ez a félelem legalább segíteni magyar barátaimat. Kevés forrás maradt. Hogy tudtad ezeket az éveket megjeleníteni a darabban? A gulágról valóban nagyon kevés feljegyzés van. Egyébként az egyik a Szolzsenyicintől van, aki név szerint megemlíti cellatársát, Eszterházy Jánost. Tévesen hercegnek titulálja, tehát ő gróf volt. De ő is ugyanezt írja le róla, hogy egy derűt és reményt sugárzó ember volt. Nagyon sokáig nyugtalanított engem, hogy mi tartotta őt a hídben. És arra jutottam, hogy az, hogy szerelembe esett Krisztussal, és hogy ez a szerelem viszonzott volt. Alsóbodoki hagyományőrző asszony kórus nyitotta egy Eszterházy János ballada eléneklésével az előadást, és az előadás zárlata pedig egy nagyon különleges látványégetés volt. Albert Attila, magyar szombatfai őrségi fantasztikus fazekas, és a alkotó társai, egy nagyon lelkes, elkötelezett csapat. Fölépítettek egy mobil kályhát, az végig égett az előadás alatt, és az előadás végén egy olyan ünnepélyes mozdulattal kinyitották ezt a kályhát, egy Krisztus fején izzott benne 1000 fokon, és aztán ahogy hűlt ki, egyre jobban ki lehetett venni ezt a plasztikát, amit tehát én őrzök is, ezt a gyönyörű kerámiát. Ezt azért azzal a szándékkal csináltuk, hogy kértük meg Attiláékat erre a látványégetésre, hogy éppen a csehszlovák börtönben a fejadagokból a hívők fogva tartottak egy Krisztus fejet formáztak, és ezt a kigyúrt formát, ezt Eszterházy Jánosra bízták. És ez ihletett bennünket arra, hogy valahogy ezzel dolgunk van az előadás során. És az volt az elképzelésünk, hogy minden ordas eszme, amit Eszterházy János átélt, meg a mi 20. századunk is, a nácizmus az összes fajelméletével, a kommunizmus ezzel a borzasztó, kirekesztő, utopisztikus gondolataival, és hát ugye terrorjával, fölfűtjük ezekkel az eszmékkel ezt a kemencét, és a Krisztus fejét abban égetjük ki.